kíváncsi a gyerekekre, főleg a gyerekhölgyekre. Természetes bájuk és egzotikus szépségük miatt a rabszolgakereskedők igen kedvelt célpontjai voltak. Sok cílek élt rabszolgaként vagy szórakoztatásként és státuszszimbólumként. Különösen a ritka bőrszín női egyedekre pályáztak ezek a tulajdonosok. Ha többet akartok megtudni, a klub gyerekhölgye megismertet benneteket a kultúrájukkal, és különböző sztorikat fog nektek mondani. Köszöntsétek a színpadon, Bálint Diát! Oké. Ez az előadás, mint hallható volt, egy kicsit egy rövidített történelmi órának mondanám, kultúra, egy kis gazdaság, és minden a gyerekek rabszolgassága körül fog forogni, hogy hogyan is lettek rabszolgák. Kezdjük először is az alapvető dolgoknál, a kormányzásnál. Hát, a társadalom plánokba tömörültek, az összes bolygónál, ilyen képregényes dolgoknál is általában mindenhol plánok vannak, Skócia vagy a Warcraftban is. Mindenkinek saját vezetője van, egy-egy városnak többen vannak, ők döntenek, és ami náluk lényeges, hogyha valamelyik vezető meghalt ebben a kolóniában, akkor őket száműzték, és utána meg, amíg nem jött a fiatal generáció, az azt tőlük követő, addig ideiglenes vezetők voltak. Szóval, ha például nem 60 évesen vagy 80 évesen ilyen idősen haltak meg, hanem mondjuk 30 évesen, akkor várniuk kellett a következő generációnak, aki automatikusan átvette volna a helyüket. Így röviden a kormányzásról, ez nem nagyon bonyolult, hogy szavazás, meg ilyesmi. Lakhatás, egy ilyen sivatagszerű bolygón éltek. Biztos mindenki látta a filmekben, hogy gyíkokon megy a lovaglás, meg hasonló dolgok. Ezt nem ragozzuk túl. Meg hát azért nincsen szőrük, erre majd később kitérek. A maga a berendezés az ilyen tényleg egyszerű, csak a városiak, meg akik tényleg megtehették, azoknak voltak technológiai felszerelésük, szövetekkel, meg apróságokkal díszítették föl. Így külön a vallásról nagyon nincsen jelen, szóval így a Star Wars könyvekben, vagy bárhol nincsen külön konkrétizálva, hogy valahol imádkozás lett volna étkezés előtt, vagy valami rituáli, csak ilyen utalások vannak, hogy egy ismeretlen istenőt imádtak. A vendégfogadás érdekes, kb. Olyan, mint itt a Földön az eszkimóknál, az ilyen különlegesebb, lehet, hogy onnét vették át az ábrázolást. Amikor először találkoznak egy idegennel, valami ajándékot adnak. Amikor nagyobb számú vendégsereget köszöntenek, akkor előadást tartanak, szórakoztatják őket ilyen tradicionális táncokkal. Ez a Clone Wars sorozatból, a Triotonból egy város, ez a legjobban szemlélteti. A Clone Wars sorozatban jobban kitérnek a Twi'lekek életére, hiszen vannak ilyen bolygóközi harcok, különböző kisebb csaták, amik a sorozatban megjelennek, és ezeken jól látszanak a városok, a berendezések, milyen helyeken harcolnak a klónok, amikor itt futkosznak Skywalkerékkel. Most van a gazdaság. A gazdaság az nagyon fontos, hiszen rabszolga a fő kereskedelmi tárgyuk, hát itt náluk az, hiszen a nő alacsonyabb rendű, úgy van berendezkedve az egész társadalom. A férj úgy gondolja, vagy bármelyik férfi bármikor így fogja és eladja mondjuk a feleségét. Nem gond nekik az, hogy valamelyik árvát így elrabolják, megfogják és eladják, hogy hát, ha nekik könnyebb lesz valahol máshol boldogulni. Nekik ez a felfogásuk. Meg külön felfogás van arra, hogy ha eladják rabszolgának a gyerekeket, máshova kerülnek, akkor jobban terjeszkedik a faj. Mondjuk ezáltal a kultúrájuk nem biztos, hogy így terjesztésre kerül, ugyanis a gyerekek így később kinőhetnek ebből a világszerű kultúrából, ameddig abban nevelkedtek, mondjuk ez attól függ, hogy hány évesen nem nagyon tartják meg így a kultúra sajátosságaikat. Külön van a ritka bőrszínű női egyedekre való ilyen kereslet, amely minél ritkább egy bőrszín, annál nagyobb rá a kereslet. Itt a rutián és a
letántülekek, amik nagyon fontosak, mert ők a legritkább fajok. Amikor kiszabadul egy tilek, mivel nincsen szakmája, úgy igazán nem tanult semmit, mert a rabszolgaságban maximum mosogatás vagy táncolás tanult, ezért a nők, akár nő, akár férfi, többnyire a prostitúció, a szórakoztatóipar és a tolvajlás, vagy egyéb bűnözői tevékenység az, amiben bele tudnak folyni. Így felnőttként, ha egyáltalán sikerül kiszabadulniuk, úgy. Mondjuk nem mindig volt rabszolgaság, mint körülbelül Amerikában, előbb vagy utóbb ennek is véget lett. Itt Nola Terpona vezérnő hatalomra jutásakor volt ez így megszakadva, hogy ne a rabszolgakereskedelem legyen a fő alapgazdaságuk, hanem egy fűszer nevű, vagyis egy fűszer, a Rin nevű fűszer az alap. Az a Rilo bolygó ballangjában nő. Ezt a jelenetet körülbelül a Dűne nevű filmhez lehetne hasonlítani, hogy a sivatagban egy fűszert bányásznak, ami nagyon fontos. Ez a motívum a Young Jedi Knights-ban és a Diversity Alliance-ben figyelhető meg, mint a fűszerre való utalás és a rabszolgaságnak a megszüntetése. Most jönnek a... Most ennek a biológiai jellemzők, ez mind kihat arra, hogy később hogyan lesznek rabszolgák, ugyanis ezek nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a rabszolga létük hogyan alakul. Például itt vannak az agyfarkak, a lekuk, ezek a hosszú nyúlványok. Ez a csúncsinnek is szokták egymás között nevezni, a csún a jobb, a csín pedig a jobboldali lekuk jelenti. Ezek lefelé konyulnak, ebben van az agyuk egy része. Ezeknek több szerepük van, mint biológiai, mint státuszszimbólum. Zsírtárolnak bennük, erogén zóna kényszolgál. Rin beszéd és a lekuk finom mozgásának kombinációja is ebben van. Ez olyan, mint nálunk a fülünkben a szenzoros mozgás érzékelős egyensúlynak hasonló dolgok. Az újszült gyerekeknek nincs lekujjuk. Például Ahsokánál figyelhető meg a Clone Wars-ban, hogy Clone Wars-ban még kicsi a lekuja, a togrutáknak más, de nála jobban észrevehető, hogy a Rebels-ben már sokkal hosszabb csápjai vannak, mert már idősödött és megnőtt neki. Ezen kívül státuszszimbólum, hossz vastagság, mind az intelligenciát és a gazdagságot is jelenti náluk. Nos, még ami fontos, hogy nagyon érzékenyek, mint különböző erogén zónák, meg ilyen agyi funkciókat tölt be, ezért nagyon fontos. Minden tilek számára egyszerűen, ha levegyek a lepkújukat, az agykárosodást szenvednek, cselekvőképtelenek, a harci és egyéb tevékenységüket korlátozzák. Itt ilyenkor szokták őket ezt nehéz pótolni, magával szövettel nem. Azzal tudnám jól példálozni az ilyen kibernetikai pótlást, mint például a Skywalkernek, vagy Anakinnak, amikor pótolták a kezét levágástól, hasonló fejlett technológiával, érzékelővel, és ezért szeretnék bemutatni egy fejleket, akinek levágták a lepkuját még gyerekkorában, és gyerekkorban Diana Saren gyerekkorba került egy zabrakhoz rabszolgaként, teenagerként próbált megszökni, az volt a büntetése, mert hogy megkínozták, hogy csonkították a lepkuját. Mind a kettőn látszik, hogy a jobb oldalit teljesen levágták, a bal oldalit meg részlegesen csonkították, pontosabban sérültek, és kibernetikával lett így pótolva. Róla azt kell tudni, hogy sikerült később megszöknie, a bolygóközi fejszabadítás során, és először csordosként dolgozott, majd a lázadókhoz került, és akkor neki segített kémkedni a halálcsillagnak a terveinek a megszerzésében, és a kémkedési munkája hozzásegített ahhoz, hogy tudjanak róla, de erre a hercegnővel személyes kontaktusba is került, hogy milyen feladatai vannak. Hát így róla így külön ennyit, mert a halálcsillag terszerzésének külön előadás kéne, hogy pontosan kik voltak benne, így a Zsivány egyesen kívül, hogy tudtak meg mindent. A bőrszín, ami fontos még,
ugyanis, mint világ, több bőrszínük van, és fontos az, hogy kinek milyen. Kék, szürke, rózsaszín, zöld, narancs, sárga, barna, fekete, fehér, rózsaszín, lila, és a különböző árnyalataik, amint korábbi videón is említettem, van a rutinált világ, ezek piros pigmentek, mint például a dáktalon, és a letánt vileket. Ja, nem, bocsánat, rutiánok a türkizbőrűek, a letánok a pirosak. Többnyire a szitek a pirosak általában. És ezek genetikai módosítások a következménye, illetve valami genetikai mutáció során lettek ilyenek. És hogy még szebbek legyenek, mint nők, mi festjük a hajunkat, ők a csápjaikat festették. Ez egy táncos nőt fogok bemutatni. Egy Ivida. Neki a legkúin nagyon jól látszik, hogy ő festette ilyen pirosas, narancssárgás, erősebb színeket, hogy még egzotikusabb legyen munkája során. Az ő kis barátnője, ez a lila. Ez a Luna Enix. Neki vannak lila festett részei, ezek a kis foltocskák, mert alapjáratban lila. De így, mivel ők a szórakoztató iparban táncoltak, nem rabszolgák voltak, nekik fontosabb az, hogy kínosabbak legyenek, és vonzó a Ividának még fontosabb volt, hiszen a csábító tánca az őt segítette abban, hogy az áldozaté az közel kerüljön, és utána legyilkolja őket, ha már bérgyilkos volt. Úgyhogy így a szórakoztató iparban ez így fontosabb volt. A rabszolgáknál ilyen nem volt gyakori. A fülek, amíg még így fontosak, ugyanis a füleket magával a legkúval így össze szokták keverni, hogy ez nem ugyanaz, ez külön szerv. Hát sokan nem tudják, mivel ha belegondolunk a Star Wars filmekben, nem sok férfi lilák van, felek. Clone Wars-ba azonban több van. Ugye elmondta, hogy ők majd később kerülnek sorra, hogy a férfiaknak rendes emberi fülük volt, és a nőknek voltak fülkúpjaik, amik így kinyúlványoltak. Ezeket a fegydíszek vagy fették, vagy éppen védték. A fegydíszek státuszt szimbolizáltak, hogy milyen dísz volt rajta, és ennek volt még egy funkciója a rabszolgáknál, hogy amilyen fegydísz volt rajta, vagy a fegydíszbe építették az elhallgattatókat, ami ahhoz volt fontos, hogy megadta ezek a rabszolgák hozzáférését olyan nyelvekhez, amit a nemtileg gazdák nem ismertek. Így gátolták azt, hogy így egymással kommunikáljanak olyan nyelven, ami például mint egy lázadás, vagy bármire tudta volna őket buzdítani. Itt látszik egy plombászos jelenet, hogy a férfi fül, humán fül az megfigyelhető, közvetlen a csáp alatt, míg a civil nőnek kúpja van, fül, kúp. A fejdíszre még fejlődik. Figyelmet, hogy ez teljesen civil szimbólum, a civilek hordják, ilyen teljesen köznép. Itt a rabszolgáknál a fejkúpra, meg a fülekre kitérnék, hogy a Jedi visszatérben, nem? A Jabba palotájából ismeri mindenki Ullát és Limmit. Ullának látszanak a fülkúpjai. De Limmin például ez a fül elhallgattató van, ezért nem látszanak se a fülei, se a fülkúpja. Mondjuk ez nem bizonyított, hogy most a kettő közül melyik van. Minden esetre le van takarva, és ez a bőre, ami benne van, neki gátolva van. Míg a bajlós árnyakból a fogadható versenyben szerepelt a ikrek, hát úgy hívom őket, hiszen egyformák, náluk látszik, hogy ugyanúgy van a fejdísz, de nekik a kúpjaik, hát mondjuk nem eltérő színűek, mint Ullának és kisebbek, de nekik nincsen elhallgattatójuk, nekik nem szükséges. És itt a fejdísz az, ami még fontos, hogy ha az időrendet nézzük, lehet, hogy a Jedi visszatér időben előbb keletkezett, de ha a korszakot nézzük, akkor a bajlós árnyak előbb játszódott, de mondjuk a ruhájuk ugyanaz, szóval ugyanaz a hálós vonulat, ami a rabszolgákra jellemző. Hát Limminek mondjuk éppen ilyen bikinéje volt,
de ha a korszakokat nézzük, akkor megegyezik, és a fegyész is, és elmondhatjuk, hogy ez a rabszolgákra jellemző motívum van rajta, ami azt jelzi, hogy ő egy rabszolga. Ugye külön funkció nincs, csak jelzi az utcán meg bárhol, hogy egy rabszolga. A ruházat, így, mint mondtam, a rabszolgáké teljesen más, mint a civileké. A civileknek híresen szépek, erre külön büszkék, és hát ezért van az, hogy nagy keresletük van a rabszolgák között. A ruházat nem ütől függött, a férfiak hosszú az a köntöseket hordtak, addig a nőkre inkább jellemző volt a szorosabb, leleplezőbb ruházat, ami elegánsabb volt, kiemelte az alakjukat, növelte értéküket a férfiak szemében. A világtánc is lehetek általában a táncosok testén függő sejemfájtlak voltak, rabszolgák esetében, mint a rabszolgatartójuk rájuk adott. Az előző dián látszott, hogy Lémi például a szürke világ, az bikinit kapott, de a többiek hálósat. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy az éghajlattól is függött, hiszen homokos területről beszélünk, mindkét Star Wars részt nézve, hiszen a fogadhajtóvás is sivatagos terület, meg a Jabba-palota is sivatagos, kietlen forró terület, nem volt célszerű valami nagyobb ruhát ráadni. És még így korábban vissza is térek egy kicsit a... Igen. Táncos nőkre, szórakoztatóipar, nekik nem jeljük a csos egyszerű valamit ráadnak, ruhájuk volt, nekik ízléseknek a városokban ilyen fejlettebb technológiai környezetben vannak, a fejdűszük is másabb, csak ez egyiküknek van fülhallgatója, mondjuk egy vidának inkább a diszfunkcionált, nem volt benne elhallgattató, hiszen nem volt rabszolga. Viszont, ha megnézzük, itt a füleknél már őnála vannak kődíszek, nem egy színű fém, és a kis barátnőinek Lunáinál is vannak már díszek. Nem egy egyszerű fém csat van a bőrön, hanem szép díszes fémből van. A szórakoztatóiparban másnak voltak az igények, mint egy rabszolgánál. Ott a rabszolgánál az volt a lényeg, tényleg szórakoztasson, csinos legyen, eltáncikáljon, vagy éppen megcsinálja azt a munkát, amit rábíztak. Szórakoztatóiparnál minden jobban, sokkal jobban ráépült a küllemre. Náluk jobban látszik az, hogy festik a szemöldöküket is, mert amúgy a kilekeknek semmi szőrük nincsen, még szemöldökük se, hiszen a sivatagos éghajlat egyáltalán nem indokolja, mert nem úgy alakult ki az egész biológiájuk, hogy szükségük legyen szőrre. Tehát azt is külön kellett festeni, hogy még esztétikusabban nézzenek ki. És, igen, itt a klónvásnál is megfigyelhető, hogy ők nem tényleg civilek, ilyen egyszerű népek, ennél a kiemelt képnél. Náluk például semmi szemöldök festés sincsen, mivel nem szórakoztatóiparban vannak, nem rabszolgák, nem indokolja, hogy különösen szépek legyenek, vagy bármi festés legyen rajtuk. Itt a táncosnőknél látszik, hogy szemöldök festve van, táncosnőknél erősebb ez a vonulat, mint az olyan rabszolgáknál, mint a bajlusányokban az ikreknél, mert ők lényegében a fogadhajtó verseny is, aki ilyen pedig űrös, manikűrös munkát láttak el éppen abban a jelenetből feltűntek. Nem mindig volt az, hogy szépek legyenek, szépen ízléses legyen a megjelenésük, mert a fogadhajtó versenyedét a gazdájuk szeretni őket mutogatni, nem mondjuk egy szemöldök festés, csak ilyen kevésbé feltűnő indokolta, de a táncosnőknél egy ilyen Jabba-palotáján, egy nagyobb fogadásnál fontos volt, hogy esztétikusabban nézzenek ki. A ruházatra, a férfire, arra még így kitérnék. Itt a képen látható is egy klónvászos jelenet, biztos megvan, ahogy Ahsoka-ék és Obi-Wan Kenobi éppen Lilithen voltak egy küldetésen, erre külön epizódot is szenteltek, amikor a kis zöld gyerekkel találkoztak, így megmenteni, meg ott harcolgattak, biztosan nem tudom, kinek van meg. De itt jól látszanak a ruhák, de a rövidebb ilyen, hát így comb közép, az egy kicsit túlzás, de ilyen köntösszerű
fősök a férfiaknál, a nőknél látszik, hogy ilyen fentosabb, itt a combnál felslitzelt szoknyák vannak, a tinédzsereknél, ott a szélén, ott látszik, hogy nekik már megvan a passzentosabb női jegyeket mutató ruházatuk, azonban még nincs az oldalslitzelt combig felslitzelt ruhájuk, ami a felnőtt nőkre vonatkozik. És mivel itt köznépről beszélünk, tényleg az ilyen egyszerűbbekről, nem a városban lakókról, így látszik is, hogy ilyen egyszerűbb ruhájuk van, egyszínű, és nem olyan díszes. A fejükön nincsenek díszek, semmi olyan különösebb ékszer, ami így kellene nekik a hétköznapokra, sem elhallgatójuk. És itt is látszik a képen, hogy a férfiaknak rendes humán fülük van. Az ilyen díszesebb köntösök, meg hasonló ruhák többi epizódban, amik így látványosabbak, vagy az Old Republicban, ugyanis ott szenátorok, követek vannak, meg nagyobb ilyen módosabb kereskedők. Náluk az ilyen földigérő hosszú köntösök figyelhetők, meg díszesebbek, meg a nőknél is, meg így jelentősebb lehet. Természetesen vannak jedik és szitek, és náluk figyelhető meg ez a ritka bőrszín, például ez a dark talonnál, hogy vörös, és akkor van a karci tetoválásai, meg szakura, jel szakura, aki még, hát mondjuk ő kék, de mondjuk a fejleketnél nem mindenki lesz rabszolga, nem mindenki lesz kereskedő, meg ilyen hatalmaskodó, az ő női sorsuk, akikből kevés van, hogy ők nem voltak rabszolgák. Hát az, hogy kiből lesz szit és zsere, az külön előadás kéne, de a fejlekekre jellemző jegyek ugyanúgy megtalálható, a lekúk nekik, mint szekurának van így nagyobban fülkúp, amit így jobban észre lehet venni. Hát de talán a kisebb, hanem olyan jelentős, de a jegyek, például a kartuság kecsesség, meg ugyanúgy a ruházati igények, például, hogy csinosabb, látványosabb, ez a hasvillantó, a cicivillantó, az náluk is megfigyelhető, hiába a jedi vagy szit. Mondjuk a jedi és a sziteknél külön ilyen ruházati előadást lehetne tartani, de náluk a tvilekeknek a normális azért érvényesülnek mindenben. Még a tvájlekekhez még annyit lehet megjegyezni, hogy az étkezés arra nem tértem ki, mert az kb. Olyannak felel meg, mint az ázsiai országokban, hogy kevés mértéktartó, mert ha bevonunk, egyetlen egy dagacit volt, egy kormányzó az egyik részben, de az a tvájlekek normáit teljesen így felrúgta, korrupt volt, és neki külön szerepe is volt ebben, hogy így a korábban említett kormányzósági formának így nem tett eleget, de amúgy mindenkire ez jellemző. Úgyhogy hát ennyi volt így az előadás, köszönöm szépen, remélem